Magyarországra szökött és politikai menekült státuszt kért a volt macedón miniszterelnök. Sajtóhírek szerint álruhában, nőnek öltözve menekült a börtön elől. A magyar kormány megerősítette a hírt, ám egyelőre nem kíván bővebben reagálni a történtekre, de Havasi Bertalan cáfolta, hogy Orbán Viktor házában lakna Nikolá Gruevszki. Az ellenzék nem érti, hogy miként juthatott át a jól őrzött déli határon egy körözött bűnöző. A nemzetközi jogász szerint köztörvényes bűnözőként nem kaphat menekült státuszt. Gruevszki még az Orbán kormány előtt élt széles körben a sorosozással. Az ő hívei hirdették meg az első stop soros mozgalmakat. Ezeket a rendőröket most búcsúztatták Budapesten, indulnak Macedóniába. A volt macedón miniszterelnök viszont éppen most érkezett Magyarországra, bár nem hivatalosan, macedón sajtóhírek szerint női ruhában. 3 éve, amikor Budapesten járt, Orbán Viktor méltatta őt. A tárgyalásokon elismerésemet fejeztem ki Gruevszki a miniszterelnök úrnak azért a sikerért, amellyel folyamatosan stabilizálja, illetve a megújuló kihívásokkal szembe is újra és újra stabilizálja Macedóniát. A volt kormányfőnek néhány napja kellett volna elkezdenie börtönbüntetését, mert a bíróság hivatali visszaélés miatt jogerősen 2 évre ítélte. Gruevszki azonban Magyarországra szökött és politikai menekült státuszt kért. Ezt saját Facebook oldalán jelentette be, ahol azt is közölte, hogy Szkopjéban veszélyben volt az élete. Sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánnám ezt az információt az ő tartózkodási helyére vonatkozólag. Szijjártó Péter ezt még kedden közölte. Orbán Viktor sajtófőnöke az ATV.hu-nak cáfolta a macedón média hírét, hogy Orbán Viktor házában tartózkodik Gruevszki. Mint írta, a miniszterelnök tegnap hazament, Flóra és Róza nevű hölgyekkel találkozott, de ilyen nevű emberrel nem, így a hírt kacsának kell minősítenünk. A Fidesz sem reagált erre bővebben, de szerintük Macedóniában is soros a hibás. Hozzájárultak ahhoz, hogy Gruevszkit megbuktatták, vádolják, és hozzájárult ahhoz, hogy egy szocialista kormányt ültettek a helyére. Hogy az ügyben, a konkrét ügyben mi lesz a döntés, ez pedig egy független magyar hatóságnak a feladata, hogy ezt eldöntse. A Jobbik a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt vár választ az ügy részleteire. Egy körözött bűnöző, mert most már a titulusa ennek a jó embernek ez. Az hogyan jött át a magyar határon? Főleg, hogyha a határzár van. A DK is válaszokat vár. Hogyan jutott el Budapestre az elítélt, ha útlevél nélkül nem léphette volna át a határt, és a kormány intézkedései szerint jelenleg is egy tranzitzónában kellene ülnie? A nemzetközi jogász szerint a volt macedón miniszterelnök sorsa attól függ, milyen úton érkezett Magyarországra. Ha biztonságos harmadik országon átjött, akkor elfogadhatatlanak kérem, mert ha csuda folytán direkt módon jött, akkor gyorsított eljárásban kell dönteni az ügyéről, és ebben az eljárásban azt kell vizsgálni, hogy ő kizárandója a menekült státuszból, azért, mert köztörvényes bűncselekmény miatt elítélték. Kerestük az ügyben a belügyminisztériumot is, ám adásunkig semmilyen választ nem kaptunk. A macedón hatóságok közben az egykori Gruevszki kormány több tagját is letartóztatták, nehogy ők is Magyarországra szökhessenek.